Sziasztok, Szita Csongor vagyok. Én is alapvetően Java programozással kezdtem az életemet, Enterprise Edition elindultam, most már közel 6 éve a Spring platformon dolgozom, főleg. És a mai előadásban szeretnék kicsit a Spring Cloud-ról beszélni. Az elmúlt másfél-két évben kezdtünk el a Spring Cloud-dal dolgozni. Jelenleg vannak szervereink, amik már productionben is ezt a technológiára épülve futnak. A jelenlegi legnagyobb megoldásunk nagyjából 17 mikroszervisz van magába. Ez azért is érdekes, hogy már a Spring Cloud lényegében az is maga másfél-két éve kezdett el kikristályosodni, tehát amikor mi elkezdtünk ezzel dolgozni, akkor még elég sok ilyen beta és alfa verzió volt a Spring környékén. Nyilván azóta már több rendes release verziót is kiadtak, úgyhogy most már mindegyik rendesen productionban használható. Az előadás során gyorsan majd megemlíteném azt, hogy a Spring Cloud-os környezetben milyen komponensek is vannak, de alapvetően majd igyekszem kihangsúlyozni azokat a gyakorlatokat és azokat a springes függőségeket, amire érdemes lehet odafigyelni egy ilyen rendszernek a fejlesztésénél. Maga a Spring, ugye ez a pivotál égisze alatt fejlődik, és a pivotálnak az egyik elve, hogy cloud-natív alkalmazásokat fejleszünk, és a Spring Cloud igazából ennek egy eszköze, hogy hogyan tudunk cloud-natív alkalmazásokat fejleszteni. Ugye a cloud-natívnak a lényege az, hogy hogyan fejlesztünk alkalmazásokat, és hogyan telepítjük őket, és nem hogy hova, tehát igazából nem a cloudhoz van ilyen szempontból köze, ez sokan általában összekeverik. A pivotál alapján négy elemből épül fel ez a cloud-natív világ, ez magába vonja a DevOps-ot, a Continuous Delivery-t, a container világot és magát a microservice-t. Ugye alapvetően a Spring Cloud, mint olyan, az alapvetően magát a microservice világot fedi le, tehát az összes többit azt alapvetően ugye mellé kell rakni. Ugye ennek az egész alapelvnek az a lényege, hogy mindig sokkal gyorsabban tudjuk reagálni a felhasználói vagy az üzleti igényeknek, hogy alapvetően amit lehet, azt próbáljunk automatizálni, és ezzel ráadásul ugye rapid, tehát gyakori gyors frissítéseket tudjunk elérni a rendszereinkkel, és ha gyorsan frissítünk, akkor kisebb annak a kockázat, hogy egy frissítésnél egy 10 éves fejlesztést bedöntünk a lutriba. Illetve ezt az egészet még nagyon megtámogatja, az maga a konténervilág, amivel ugye sok is mikroszerviszünk van, az virtuális gépeknél azt jelenti, hogy elég sok erőforrás fogunk használni, hogy a konténerek segítségével ugye azok sokkal lightweight-ebbek, ezért ugye innentől kezdve igazából nincsen hardware-es plusz igénye egy microservice architektúrnak, egy hagyományos enterprise application-hoz viszonyítva. És akkor átérnék magára a Spring Cloud-os világra. A Spring Cloud-ban alapvetően négy komponensről beszéltünk. Ugye alapvetően vannak mikroszerviszeink, hiszen erről beszélünk. Én most itt random feldobtam hármat, egy authentication, egy user és egy article service-t. És ez három komponens tevődik hozzá, amit lényegében mindig ajánlott hozzápakolni. Az egy gateway-ünk, ez társul egy discovery service-ünk és egy configuration service-ünk. Gyanítom, a gateway-t nagyon nem kell magyarázni, az a rendszernek a belépés pontja és a rútolásokért felel. A discovery service, ugye ő szolgál azért, hogy a rendszer ismerje, hogy milyen szerviszek vannak, és azok hol elérhetőek, és ugye kiszolgálja a gateway-nek az ilyen irányú igényeit, illetve az egymás service közötti felderítést is végzi, és van a Configuration Service, ugye, amely a központi konfiguráció menedzsmentet hivatott kezelni. Hogyha nagyon sok szerviszünk van, akkor nyilván bonyolult lehet, hogy melyik szolgáltatáson, milyen konfigurációnk van, milyen verziónk van, stb. És ugye erre ad egy központi kezelést. Amit ebből érdekes, hogy amikor a Spring elindította ezt a Spring Cloud-os világát, akkor volt, amikor a Netflix is nagyon elindult, és a Netflix eléggé megreformálta a mikroszervisz világot, és ezért a Spring is első körben elég sok mindent átvett a Netflix-től, így például a Gateway és a Discovery Service az lényegében egy Netflix-es megoldásnak a becsomagolása, amit különben érdemes megjegyezni, hogy ezt a Spring is fog vezetni. Most a Spring Ion is bejelentették, hogy max. Egy évig ezeket szaportálják, utána ezekkel már ők nem fognak a jövőben dolgozni, tehát bárki, aki ilyet használ, az érdemes időben elkezdeni megnézni a Springnek az újabb megoldásait, vagy más felre elindulni. A Gateway kapcsán, ugye említettem, ott a Netflix elindult a Spring, ez a Zool volt. Itt arra érdemes adni, hogy maga Zool, ezt azért is vezette ki a Spring, mert hogy szinkron működést támogat, és így egy gateway-nél az, hogy minden egyes kérésnél fönntartjuk a szálat, ennek foglaljuk a memóriát,
ennek hatalmas memóriaigénye van, és hardware igénye van, úgyhogy ezt nem is szerették az emberek, és elég hamar ezt felismerte a Spring, és a Spring Gateway-t azt konkrétan nagyjából tavaly ilyenkor adták ki az első verziót belőle. Ennek az a lényeg, hogy ez már egy aszinkron megoldás, és lényegében a Spring Webflux és React világra épül, úgyhogy egy ilyen gyors leírást is feldobnék. Ez ilyen Fluent API-n írható, mint ahogy a Webfluxos legtöbb lekérés. Itt alapvetően egy GET kérésre van egy átirányítás a HTTP-re, ráadásul még ugye egy filtert is hozzádobnak, hogy még egy request headert is dobjunk bele. Ez azért érdekes, mert előtt az UL-nál, ahhoz, hogyha akartunk volna egy ilyen filtert írni, az külön osztályokat kellett volna érni, külön be kellett volna konfigurálni, tehát ténylegesen érdemes átállni az újabb gateway-re. Jó. A másik két nagy komponens, ugye a Discovery meg a Config Service. Ebből a Discovery az, ami megint egy Netflixes technológiára, az Eureka-ra épül. Ez az egy komponens, amit most még egyelőre nem annyira tervez kivezetni a Spring mégse. De alapvetően, ahogy a diámon legalján is látszik, igazából nem feltétlenül az Eureka legjobb megoldás. Ugye nagyon sokan elindultak most már a dockeres világban, és ott is a Kubernetes felé, és igazából a Kubernetes-zel mind a Discovery és a Configuration Service nagyon könnyen kiváltható, úgyhogy nagyobb enterprise alkalmazásoknál valószínűleg jobban kezelhető ezzel a rendszer, mert a sima Discovery Service, vagy a Configuration Service, amit a Spring alapvetően ajánl, az mindent meg lehet vele oldani, csak nem olyan kényelmesen, nem feltétlenül lehet úgy skálázni, tehát hogy azért ott vannak megkötések, ezért azért Kubernetes azért mégis egy masszívabb eszköz, amivel ezt lehet kezelni. Nekünk itt például ami tapasztalat volt, hogy a Configuration Service-nél, ami alapvetően a konfigurációs fájlokat azt ajánlják, hogy Git-ben tároljuk, de ezeket tudják fájrendszerben is tárolni, és bizonyos production rendszerekben nem volt Git opciónk, és ott a fájl alapú megoldásnál már a konfiguráció management az hol működött, hol nem működött, úgyhogy azért is mindenképpen átértünk Kubernetes-re. Itt az volt az érdekes, hogy a 17 mikroszervisznek a teljes átvezetése az körülbelül fél napba került. Tehát olyan jól meg vannak határozva ezek a határok, hogy nagyon könnyen át lehet állni az egyik megoldásról a másikra, tehát ettől nem kell félni, hogy elindulunk valamerre, és akkor ott vége a világnak. Jó. És akkor maga a mikroszerviszek. A mikroszerviszeknél ez mindig egy érdekes világ, hogy bontunk mikroszerviszt, mit nem. Itt pár alapvető tapasztalatot és gondolatot szeretnék megosztani majd. Ugye az egyik fontos dolog a mikroszerviszeknél a tranzakció kérdés az mindig problémás. Hogyan kezelünk tranzakciót mikroszerviszek között? Ugye erre vannak megoldás, erről lehetne egy külön előadást tartani, de nyilván az a legegyszerűbb, hogyha úgy tudjuk szeparálni a mikroszerviszinket alapvetően, hogy a tranzakció határoknál húzzuk meg ezeket a vonalakat. A másik nagyon fontos, hogy mi azt tapasztaltuk, hogyha jól definiáljuk a szerviszeinket és az interfészeinket, akkor sokkal könnyebb utólag szétbontani egy szolgáltatást, mint eredetileg elindulni 3-4 mikroszerviszre, és utána rájön, hogy igazából ezek egy szolgáltatás, és vonjuk őket össze. Ez azért is fontos, mert hogyha több mikroszerviszünk van, annak rengeteg overheadje van. Több Git repozitorink van, több verziónk van, tehát rengeteg management overheadet is tud rárakni, amennyiben ugye a DevOpsunk vagy a Continuous Development nincsen megfelelően kialakítva a rendszerünkben. Úgyhogy ezért érdemes odafigyelni erre a kezdeti bontásnak a meghatározásnál. Az utolsó ilyen pedig maga a körkörös hivatkozás. Springes világban, aki használja, nagyon szereti mindenki használni, hogy van DI-unk, és akkor autoverdőt dobálunk ide-oda, meg amoda. Ez nagyon szép, csak hogyha ezt mikroszerviszben is úgy gondoljuk, hogy ez így működik, akkor az nem lesz olyan mókás, mert ahogyha mondjuk van egy oda-vissza hivatkozásunk, akkor melyikből rakjuk ki az újabb verziót, ha egyszerre szeretnénk frissíteni. Valamelyik el fog crashelni egy időre biztosan, ami azért nem túl szép, főleg egy production környezetben. Tehát azért alapvetően így is érdemes odafigyelni a microservice bontásoknál, hogy az ő függőségeik alapvetően ne okozzanak kört a rendszerükben, mert az sok fejfájást fog tudni okozni nekünk. A legegyszerűbb és a legalapja az objektumorientált nyelvnek, hogy használunk interfészeket, és igazából a mikroszervisz világnak is ez az egyik nagy előnye, hogyha ilyen gondolkodás modellálunk neki, főleg a Spring világban. A Spring ehhez ad egy nagyon jó eszközt, ezt úgy hívják, hogy Flink kliens. Lényegében úgy tudunk interfészt írni, mintha egy kontrollert vagy egy REST kontrollert definálnánk Springben, és amikor ahol használjuk ezt, akkor simán ugyanúgy be tudjuk autoverdülni, tehát a DI-tól el tudjuk kérni, hogy mi szeretnénk használni ebben az esetben egy Earthly API-t, és
mivel megvan adva neki, hogy mi az ő service neve, ugye a Discovery szerverünk tudni fogja, hogy egy ilyen nevű szervert hol fog elérni, és simán azt nekünk a DI-ba be fogja kötni a Spring, tehát úgy tudjuk használni majd a szerviseinket az alkalmazáson belül, mintha ez egy belső komponens lenne, tehát nem kell mágikus konfigurációkat végezni, vagy bármi egyéb extra fejlesztési költséget rárakni. Ami érdekes lehet, hogy aki használja a Spring Data-nak a Page Blue opcióját, amivel ugye lapozás, sorrendezés támogat a Spring, azt körülbelül egy hónapja adott ki egy verziót a Spring, amiben már ezt is támogatja. Előtte kézzel kellett igazából szervisek között ezt a lapozást megoldani, vagy egyéb mindenféle mágikus módon lehetett bekonfigurálni a Fine Clientet, hogy megegye, de azért most már ezen is dolgoztak, és azért mégiscsak jobb, hogy ezt natívan támogatja a platform, és nem kézzel kell ezzel variálni. Az utolsó előtti, amit így megfontolásnak felhoznék, az az authentication és az authorization. Ez azért lehet érdekes, mert egy microservice környezetben, vagy hát igazából ahol ugye gateway-eket is használunk, ez ott is elmondható, hogy mindig más a külső és a belső igény egy authentikációnál. Például az, hogyha belép egy felhasználó egy mobil alkalmazásnál, azért nem szeretne minden egyes app alkalmazásnál belépni. Tehát ugye szeretjük azt, hogy telefonunkat használjuk, és nem kell újra-újra belépni. Viszont ugye, mint adminisztrátor, nekem igényem az, hogy bármikor ki tudjam dobni az a felhasználót, hogyha olyat csinál, amit én nem szeretném. Viszont bent a szerveren, amikor a mikroszerviszek egymással kommunikálnak, akkor egy nagyon fontos van, hogy minél gyorsabb legyek. Tehát amikor van egy szolgáltatásom, ott van 10 mikroszervisz, meghív egy darab kérés, akkor az elég sokba kerül, ha 10-szer leellenőrzöm a felhasználót, hogy neki biztos van joga, neki biztos van joga. Úgyhogy erre mindig oda kell figyelni a rendszernél. Mi erre a megoldásra igazából ennél a nagy recünknél azt használjuk, hogy kint egy hagyományos autónk van, ezt mindenki szereti, mindenki ismeri, semmi spéci, pedig ezt átfordítjuk egy JVT-re, és innentől kezdve ugye a request header-ből pontosan ellenőrizni tudja az összes service, hogy ki az a user, aki behívott, neki milyen jogkörei vannak, milyen szkópokban dolgozhat, és így tovább. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy viszonylag jó megoldásnak tűnik, és teljesítmény problémánk sincsen vele, úgyhogy reméljük ez így is marad. Jó, és akkor még a végére még pár egyéb tapasztalat, amit összegyűjtöttünk. Amikor mikroszerviszt fejleszt az ember, akkor minden kicsit itt változik, hiszen amikor én egy szerviszt fejlesztek, másik három is ugyanezt igazából egy darab alkalmazásnak más komponenseit fejleszti, és mégse egy ripóba dolgozunk, mégse feltétlenül egy környezetben tudjuk az egészet futtatni, úgyhogy ezért mindig kicsit gondolkodásmódban is mindig kicsit itt váltania kell az embernek. Nyilván ugye ennek vannak például olyan hátrányai is, hogy kicsit nehezebb tesztelni, hiszen akkor honnan van nekem a lokális fejlesztő gépemen egy discovery service-em, meg egy configuration service-em, tehát ezek mind management overhead-et tudnak állítani, ezeket az ember megfelelően beállítsa a saját környezetébe, hogy ezeket valamilyen módon ugye előállítsa egy cég, amikor elkezd mikroszervisszel dolgozni. Úgyhogy ezért is mindig fontos, hogyha úgy látjuk egy a szoftverírásnak az elején, hogy egy vagy két mikroszerviszünk lesz, akkor lehet, hogy jobban járunk, ha maradunk a molitnál, csak halkan mondom, már megvernek, de tényleg azért, tehát nyilván megvan az a határa, hogy honnan érdemes a mikroszervisz felé elmenni. Jó. Ami viszont meg még nagyon fontos így a végére, hogy pont azért, mert sok szervisünk van, ezek össze-vissza kommunikálnak, ezért a hibakezelés is sokkal nehezebb. Melyik szervisnél akadt el a kérés, milyen hibával akadt el a kérés, miért akadt egy jogosultság, miért akadt, nem találta meg a másik szerviszt. Tehát nagyon rengeteg sok hiba előjöhet, ami egy monitoros alkalmazásnál nem fordulhat elő. Ezért nagyon fontos az, hogy megfelelően végezzük a naplózást, a logolást, mert igazából az lesz a fő eszközünk, amivel utólag ki tudjuk deríteni, hogy hol akadt el a kérésünk. Erre igazából két viszonylag jó eszközt lehet használni, én úgy gondolom, a Spring világban. Az egyik, amit a Spring is alapvetően mindenkinek ajánl, hogy próbálja ki, az a Zipkin. Ez a Springnek is van különben egy külön libja, amit ha behúzunk a mikroszerviszekbe, ez a Spring Slows-nak hívják. Ez minden egyes kéréshez hozzáad egy Trace ID-t, és a Trace ID alapján igazából végig lehet követni, hogy melyik szervisszünk, mikor, melyik szolgáltatást hívta meg, milyen válaszsal tért vissza, mennyi ideig volt nála a kérés. Úgyhogy az alapvetően ez egy igen egyszerű túl és könnyen bekonfigurálható. A másik, az pedig, hát gondolom nem mondok sokat, hogy az Elastic Stack-et, azt mindenre lehet használni, ami naplózásról van szó, úgyhogy ugyanúgy erre lehet használni. Ott a Kibana APM az nem régen jött ki, ha jól tudom, de ezt is ugyanúgy be lehet kötni, kicsit macerásra bekötni, mint az Zipként, viszont sokkal jobban kereshető, szűrhető és visszakereshető a hiba oka, de ez is alapvetően teljesen végig tudja
követni a hívást. Itt is a legvégén már ugye maga az adatbázis select kérés van, és azt is látjuk a naplózásban, ha jól be vagyunk konfigurálva. Tehát ténylegesen a gateway-nek a belépésétől az adatbázisig és vissza mindent látunk rajta, és pontosan be tudjuk határolni majd, hogy hol a hiba, és hogy hol érdemes belenyúlni a rendszerbe. És akkor, ha már volt az elején reklám, legyen a végén is reklám, hogy Oliver jelezte, június 4-én indul egy Java alapoktól, de igazából már a végén a Spring Cloudig eljutó képzésünk, amit az alábbi linken ugye ti is meg tudtok nézni, és tudtok regisztrálni. És köszönöm szépen a figyelmet!